szeretettel köszöntöm a hagyományos bocskai emlék istentiszteletünkön a gyülekezetünk tagjait, a meghívott vendégeket, a népzenei együttest, akik örömmel egy hívásra jöttek közénk. Szeretettel köszöntöm dr. Zsorba Péter, lelkész urat, tanárodat, egykori gyülekezeti lelkészünket, lelki atyámat. Különleges alkalom, az édesapám is itt van, és a lelki atyám is itt van. Szeretettel köszöntöm Hegedűs Kálmán tanárulat, aki készül közöttünk szintén szolgálattal. Az Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 25. Zsoltár első versét. Szívemet hozzád emelem. Yeah.
Istentisztelettel köszöntöm a Bocskai István emlékére megtartott istentiszteleten megjelent minden kedves résztvevőt. A kiadott meghívó szerint Tiszalökváros polgármesterének kellene most itt állnia, de Orbán Viktor miniszterelnök úr millenárison tartott kampányzáró értékelésére kellett elmennie, így engem kért meg, hogy néhány gondolattal issem meg ezt a istentiszteletet. Mikor este után néztem, mit is lehetne Bocskairól mondanom, hamar megálltam ott, hogy nem akarok a történelembe belemenni, mert itt van kiváló történelemtanárunk, Hegedűs tanár úr, és akkor nyilvánvaló több átfedés lenne a beszédünkben. Én inkább három dolgot szeretnék kiemelni, hogy miért fontos az, hogy itt mi minden évben megemlékezzünk Bocskai Istvánról. Az egyik szempont szerintem Tiszalök miatt fontos, mert viszonylag kevés olyan esemény zajlott a történelem során a községünk, városunk határában, amit feljegyeztek volna, és az a néhány is, ami van, az is ugye feledés homályába merült. Hát az egyik ilyen Bocskainak a tiszalöki tábora, amikor Nagyvárattól Debrecenen, Tiszalökön, Tokajon keresztül Kassára indult elfoglalni Kassa városát és a felvidéket. Igazából a szabadságharcának a 400 éves évfordulójára sikerült ezt kibányászni, és azóta vannak ezek a megemlékezések. Érdekes emellett, ami Tiszalöknél még szóba kerülhet, ugye a csontvári fiatalkori szerepe, vagy akár a erőműépítő fogoly tábor létezése, mind-mind meglehetősen háttérbe szorult és nem igazán ismert az országban. Úgyhogy ezért is fontos, hogy mi fönntartsuk ezt a megemlékezést. Fontos az egyháznak, úgy mondanám úgy, hogy az egyházaknak, hisz Bocskai a vallásszabadság híve volt, mindenki békénben gyakorolhatta a saját vallását, de különösen fontos a református egyháznak, tehát nem véletlen, hogy a református templom ad otthont ezeknek a megemlékezéseknek mindig, hisz a reformáció egyik élharcosa volt. Annyira az volt, hogy a reformáció emlékműve Genfben található, ahol összesen 10 jelentős személynek a szobra van, és ezek közül az egyik Bocskai Istváné. Harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy fontos maga Bocskai István személyének is, mert nem csak a kor viszonyainak megfelelően, hanem mai szemmel nézve is egy kiváló politikus, egy kiváló államférfi volt, aki nem a fegyverekkel érte el a sikereit, nem csak a fegyverekkel, bár azzal is, hiszen az egyetlen megvívott győztes szabadságharcunkat ő vezette, hanem a békemágy, a szeretet az volt, ami meghatározta az életét, és megint csak elég egyedülálló módon, hogy a 1606-os bécsi békében gyakorlatilag ő diktálta a feltételeket, illetve a 15 éves háború lezárásának békéjében is aktívan részt vett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a nemes hagyományunkat fenn kell tartani, és tovább kell vinni. Köszönöm szépen, hogy hallgattak. Folytattuk tovább istentiszteletünket ülve maradva, a 165. dicséretnek első 5 versét énekeljük. 165. dicséret első 5 versét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Ő az Isten, aki elhívott titeket, amiről Jézus Krisztus abban a közösségben. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igényében azt a részt, amely így van található a Bibliák könyvében, a 15. fejezete, 9-től a 15. A filiszteusok felvonultak, táborot ütöttek Judeában, és ellőtték le őket. A Júda belgyek megkérdezték, miért vonultak fel ellenük? Azok így feleltek, azért vonultuk fel, hogy megkötözzük Sámson, és úgy bánjunk vele, hogy ő bánjunk mi bánjunk. Ekkor ödöment 3000 júdabeli ember az etámi szikla hasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak. Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk. Miért tetted ezt belőle? De így felelte. Ahogy előtt bántak vele, én is úgy bántam vele. Majd ezt mondták neki, azért jöttük ide, hogy megkötözzük, és a filiszteusok kezén vagyunk. Sámson ezt mondta neki, ezt ügyetek meg, hogy nem mentek vagyok. Azok így felelte, ne, csak jó, megkötözzük meg, és a kezünk vagyunk, de semmi esetre se adjuk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, és elvették a sziklából. Amikor lejjbe ér, a filiszteusok újonba mentek eléje. De megszállt az úr lelke, és olyan mellette karjának kötelek, mint a tűz égen telefonál, úgyhogy a végén lemaradtak a kezéről. Talált egy még kisebb szállat szamár ácsontot, utána felkapta, és nagyon jelent vele ezeket mert. Eddig az önök igen. Istenek, mindnek ez a gyülekezetet. Nagyon jó dolog ünnepelni. Egy ünnepen együtt lenni. Pedig elég ünnepszegény világban élünk, ahol nagyon nagy kísértés, a munka szörnyű napokat csak pihenni napként megélni, reggelre állulni. Pedig minden vasárnap azért van, hogy az ünnepnapunk eltöltekezve gyűjtsük elég a mindennapokhoz, mert aki elveszi az ünnepeit, annak röntgen lesznek a hétköznapjai. Aki viszont elég megélni, megélni ünnepeit, annak hétköznapjaiba is beszokik, beszokik a csoda. Azt szeretném és azt vágyom, hogy ez a ma délelőtt ünnep Isten tisztelete legyen így, ennek az ünnepnapnak a csodája, és a hétköznapjaik is telhessenek meg emiatt csodával. A Világ könyve 14-től a 16-ig terjedő fejezetei Sámson történetét mondják el. Sámson a zsidó nemzet óriása. Óriásnak lenni minden gyermek álmodott. Talán a ilyen is kedves. Szabó Lőrinc versét olvasunk arról, hogy Lócinak is ez az álmi nem álmja. József Attila altatójában is így hangzik az elalvás előtti mese. Aludjál szépen, kis Balázs. Óriás lesz. Sámson tehát egy törpe nemzet óriása. Úgy, mint van, már akkor is teljesen más nyelvű, más kultúrájú, más hallású népet vették körül Izraelten. A kis népek sorsa az, hogy vannak óriásaik. A 16. század óta megszokott dolog, hogy őseink párhuzamot vontak, főleg zivatalos évszázadok alatt a magyar és az ószövetségi nép között. A párhuzamban nem egyszerűen analógiákat kerestek, hanem kitörési pontokat. És találtak is. Ma analógiásan gondolkodva szeretnék vallást tenni arról, hogy a magyar nép életében végig, gyönyörű szépen történelmünkön, mindig óriássá lettek a szabadságharcosok, a szabadságharcok vezetői, a felszabadítási küzdelmek hősei. Csak a kis népek sorsa ez, hogy bár sokszor barannak alul, nagy fölényben lévő, leigázó népek alatt, de a törpe nemzetnek lesznek, lehetnek, és voltak óriásaik. Egy törpe nemzet mindig óriássá lehet hőseiben. Aki óriási feladatokat vállalnak, mert óriási álmokat álmodtak maguknak.
egy új szövetségi példára, hogy utaljak, az egykori Jerikóban Jézust váló törpekért Zákeus élt, és óriásról álmodott. Maga rendkívül kicsi volt, bár kompenzálta ezt jogalapig a pénzvilágban. Nagyjá lett és gazdaggá lett a hatalmában, a bankvilágban, de gazdagság idején is törpekért Jézusról, mint óriásra álmodott, hogy ő is nagy legyen. Ám a valóságra vált, Jézus bekért a házába, és a törpe Bróker Zákeusból óriási tetrekész személyiségé lett. Ott Jézus közelében. Óriássá lettek sokszor a magyar népen belül művészeink, irodalmáraink. Jó szívvel gondolok, Tárkodás Zoltára, Bartók Béla, egyre tartoznak az írói, költői, Petőfi, a Baranyik, vagy a Turgosanyik, Szent György Albertig. És a magyar nép igazi óriásai szinte mindig szabadságharcosok voltak. Ma elsősorban ide, ezen értünkben a gyülekezetelé tartozik, Bocskai Roland emlékezése. De gondoltuk így a későbbi Rákóczi Ferencre, Kossuth Lajosra, Márciusi Ifjakra, minden 48-asokra, és már csak egy pár nap választ el, hogy rájuk is emlékezzünk az 56-osokra. A törpe magyar nemzet ma is alig-alig látszik Európából. A törpe magyar nemzet, törpe református egyházában mégsem a hubi kép, törpi kép világát valahogy magunkénak, hanem a Bocskai Ifjaknak és itt óriással álmodunk. Szeretném a magadat óriásnak álmodnál. Ma is ezen mindig a nemzet sorsa. Lesznek egy óriások. Óriások, óriás feladatokat vállalva, óriás jól hát tehetik ezt a népet. A törpe népet itt Európa közepén. A bibliai sárcsán erről csak álmodott, ugyanúgy, mint minden egykori és mai gyermek. Óriás bébi voltak, már gyermekkorától, Istennek szentelték és születésétől fogva sosem várták rá a haját. Így ismerjük őt, mi is egykori gyermekkori tanulmányainkból, ő volt a hosszú hajú sámson. Akinek a hajában volt az elég. Érdekes dolog, Sámson álma egy darabig még nagyon kis földhöz ragadt volt. Neki is jár annyi, mint másnak. Annyi, mint az ő névét egykor leigázó filiszteusoknak. Azok bármely tagjának. Nem több, de nem is kevesebb. Olyan is apró dolgokkal kezdődik a története, hogy nem kiállni akarta magának, ahogy monáló szokás, vagy lobbizni érte, privatizációban, akart jogokat szerezni magának, csak élni akar azzal, hogy másnak is jár. Nem kötötte húsba a törpe nemzethez tartozása. Ismerős a története talán, szerelmet vártak, nem értette a politikát, és nem volt igazán vazalva a csúsztatásokhoz szemben. Az agresszor nép a filiszteusok közül való náluk irány gyulladt szerelemre. És házasságkövési napján pedig nagyon durván létrasztikusan értetik meg bele az elmúlt filiszteus nemzete, hogy Sámson a testi óriás, csak egy pici erőtelen nemzet fia. A törpe nemzet fia ezután gyerekes csinyekkel, de mégis erős lesz. Nem csak testében. Még a további története is gyerekesnek tűnnek, 300 róka fia fog össze, farkukat összekötözve, egy kis szalvát tép alájuk, meggyújtja azokat, és a farkasok őrültre rohannak be a búzamezőkben, oda lesz és lejjé, elég a filiszteus, egész én élete a búza.
többségi nemzet, az uralkodó nemzete nem viseli könnyen a tragédiát. Kőkemény bosszút áll, és horror filmekben való úton írtja fel azt a családot, amely sámsunk befogadta, és bejöttem a felségét is. A helyzet tehát ezzel teszült el. A többségi nemzet, a leigázó élni akar mindent betikodni, bíró és tudó jogaival. 3000 ember sorakozik fel Sámsa ellen. Filiszteus. Jó feltettel kezdeni. De ez nem egy olyan kisebb baj. A saját népbe akarja kivetni magából. A törpe nemzet már csak ilyen. És mondom, hogy a szomorú, síró szívvel nehezen tűri az óriásait, a sajátjait. A második mindig bárhajozni képesek, de a sajátjaiban nem bárhajozásért. Vajon a ma ünneplő tiszteleti gyülekezet itt ismeri, megfogadta, olvasta egykor, az innen nem messze született Veres Péter jaj kiáltó sorait. Ha nem lehet benne szárfa, legyél már csemje, vagy legyél csak gyom, csak bőven terülő bamba diófája ne légy senkinek. Ez a föld a tiéd. Tartsd meg hát magadnak, magyarul. Ha nem lehet már benne szárfa, legyél már csemje, vagy legyél csak gyom. Sámson sem bőven terülő bamba diófája, sem gyom nem kívánt lenni saját hazájában. Vállalta az óriás a szárfa életet. Ő a többe nemzet óriása. Kiáll sok ezes többség ellen. Övéi adják át, megkötözve az ellenségbe, 3000-nek egyet. Így félnek attól. Pedig Sámson nem mi 21-esekkel vagy ígyunk bevásárolt repülőgépekkel jön, de mégis győz, mert Isten vele van. Az egykori bibliai története a Bocska ünnepen, itt a tiszteleti gyülekezetben nem harcra mozdító szavakat kíván mondani. Istenet elemért állva ma nincsenek ellenünk lázadóak. Ellenünk törő van idegen népeknek. De kísért a kis szemüsége. Önmagunk, múltunk, értékeink lebecsülése, tradícióink felmocsolása a multimédiás erők előtte. Ellenünk sokszor kevésnek tűnhet a feladatot előtt. Ma magyarnak lenni óriási feladat. A többen nemzetnek óriási a szüksége. Sámson egyedül indult a harcba, Bocskai pedig a nemzet egykori kitaszítőkkeiből szegényével együtt. Ünneplő testvérem, családot tagjainak álmodj mindig óriási feladatokat, óriási életet. Önmaga vállalja el mindent, hogy nagyobb és Krisztushoz méltó legyen a gyülekezete. Tekints többet látó szemmel a törpe nemzetre, a református egyházára. Légy boldog abban a hitben, hogy Isten óriásként, óriás feladatokat bíz rád. Légyen a közösségünk boldog tagja, amely ma ünnepel, óriásra álmodik, és majd a hétköznapokban óriásokat látunk maga körül felnövekedni. Amen. Hagyjuk a fejünket és imádkozzunk. Felséges Isten, áldunk a találkozásért, a mindenkori ünnepért, a vasárnapért. Megköszönjük, hogy láthatjuk azokat, akikkel össze van kötve az életünkön, vagy akik annak részei voltak, és jó velük együtt lenni. Így gondolunk arra a családra, aki gyászt hordozott szívében, akinek nincs lehetősége már találkozni azon, aki elment. Légy az ő igazgalmunkon.
védőgyülekezet terpenekorhozóival, légy azokkal, akik nem mernek óriási álmokat álmodni, légy azokkal, akik magukat nagyon kicsinek látják, légy a legkisebbekkel, akikben talán megvan még a gyermekes vár óriásra lenni, és akkor együtt ez a gyülekezet, ez a város tudjon óriásokat nevelni, óriásként élni, és óriásként szeretni. Így állt meg bennünket, fiat, Jézus Krisztus által. Ámen. Együtt is közösen mondjuk el, amíg Jézus Krisztustól tanult imádságot, hogy mit meg kell tenni, amit mindenben van, szenteltessége meg, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyben, úgy földön is. Minden, ami kezdődik, add meg nékünk ma. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, helyünkön maradva a 165. dicséret 6. versét énekelve. Aztán meghallgatjuk Hegedűs Kálmán tanárunk történelmi megemlékezését. 165. dicséret 6. versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem! Akik 410 évvel ezelőtt hősökké váltak, mert fegyvert fogtak a hazáért, a szabadságért és a református vallás szabad gyakorlásáért. E hősök voltak a Bocska István nevéhez fűződő szabadságharc vezére és katonái 1604 és 1606 között. Tragikus dátumok előzték meg történelmünkben ezt a felkelést. Az egyik 1526, a Mohácsi csata éve. A török megverte a magyar sereget, odaveszett a magyar király. A másik évszám 1541, amikor Budát elfoglalják Szulejmán szultán seregei, és központjává teszik a hódoltságnak. Ezzel Magyarország középső része 150 évig a török birodalomé lett. A közel 600 éve fennálló egységes magyar királyság ekkor hosszú időre darabokra hullott szét. Nyugati és északi részeit, Szlavónia, Horvátország és a Dunántúl megszabdalt területeit, valamint a felvidéket Erdély határáig, a Habsburgok uralma alatt álló királyi Magyarországnak hívják. A déli részeket a Pécs, Székesfehérvár, Nógrád, Szolnok, Szeged, Temesvár beszöggelést hódoltságnak, amely a folyamatosan növekvő török birodalom része. Erdély pedig az Alfölddel határos területekkel, az úgynevezett Párciummal, a töröknek adózó,
és a török hatalmi befolyás alatt álló önálló fejedelemség lett. Ez a három részre szakadt állapot a felszabadító háborúkat lezáró 1699. évi karlócai békéig tartott. És hogyan élte meg népünk ezt a 150 éves szétszakítottságot? Az örökös határmenti csetepatékat, rablásokat, amelyek következtében ezek a területek sebes és üszkösödő részek voltak. Nehezen, de az ember örök sarkallója, a jó reménység becsapta az akkori magyarokat legalább annyira, hogy élték a maguk mindennapi életét, hogy megtették, amit kell. Az élet nem állt meg. Ekkor még nagyon is lakott, nagyon is elevenen élő ország ez még. Tanulhatunk tőlük. Még ma is, a holnapokban, a jövőben bíznunk kell. Feladnunk sohasem szabad. A szétszakított Magyarország erdélyi részén Kolozsvárot látta meg a napvilágot 1557. január 1-én az a Bocskai István, akire a mai alkalommal emlékeznünk kell. Édesapja Bocskai György, középbirtokos nemes, édesanyja Súlyog Krisztina, a királyi főkomornik lánya. Bocskai István szülőháza Kolozsváron pár lépésnyire van attól az épülettől, ahol Mátyás király született. A szülők Szapolyai János özvegyének, Izabella királynénak a fogságában voltak itt. Szabadulásuk után Bécsbe mentek, ahol az édesapát első Ferdinánd magyar király, a magyar kancellária titkárává nevezte ki. Bocskai István Bécsben és Prágában töltötte egy gyermekkorának nagy részét, Mátasdi Ferenccel együtt nevelkedett. Bocskai nem volt szorgalmas tanuló, a nyelvtanulásban sem jeleskedett, de tudott latinul és németül. Ha úgy mondanánk, jó eszű volt. Körülbelül 11-12 éves korától apródként szolgált az uralkodót, és ez alatt katonai alapismeretekhez jutott. 17 évesen pedig bekerült Miksa nemesi ifjai közé, ők voltak az udvari testőrök, ahol komolyabb katonai, államigazgatási és politikai tudást szerzett. Az udvar légköre és az uralkodó személyisége nagy hatással voltak az ifjú Bocskai fejlődésére. Bocskai György, az édesapa, 1570 körül átpártolt János Zsigmondhoz, Miksa császár ellenlábasához. Nem tudni, hogy miért fordul Bocskai György a császár ellen. Az akkori pletykák szerint az is lehetséges, hogy Bocskai György átállása valójában valamilyen titkos megbízatást takart. Bocskai István ugyanis, mint említettem, 1573-74-től kezdve egészen 1576-ig tagja volt Miksa testőrségének, és valószínűtlen, hogy az uralkodó így megbízott volna egy áruló apa fiába. Bocskai István 1576-ban hazatért Erdélybe, és nem ment vissza a Habsburgok udvarába. Itt maradását az is indokolta, hogy miután az akkori erdélyi fejedelmet, Bártól Istvánt lengyel királlyá is megválasztották, ő bár nem mondott le Erdély trónjáról, a fejedelemséget azon túl Bocskai sógora, a vajdává kinevezett Bártól Kristóf kormányozta. Felesége Bocskai nővére, Bocskai Erzsébet volt. Bocskai eleinte háttérbe szorult a gazdag bátori család tagjai mögött, később azonban egyre nagyobb szerepet kapott sógora udvarába. 1581-ben elhunyt Bocskai Erzsébet és Bátori Kristóf. Fiúkat a 9 éves Bátori Zsigmondot választották Erdély vajdájába. A kiskorú uralkodó nevelésére és a kormányzásra kinevezett testamentumos uraknak Bocskai is tagja volt. 1583-ban azonban Bátori István mindannyiunkat felmentett, tisztségük halott. Ugyanebben az évben Bocskai feleségül vette az egyik leggazdagabb bihari főúrnak, Varkocs Miklósnak özvegyét, az ifjú Hagymási Katát,
ezzel jelentősen megnövelve birtokait. Az elkövetkező 5 évet Bocskai ezek igazgatásával töltötte távol a gyulafehérvári udvartól. 1586-ban meghalt Bátori István lengyel király és erdélyi fejedelme, Bátori Zsigmondot pedig 1588-ban nagykorúvá nyilvánították. Az ifjú fejedelem Bocskai István biztatására is változtatott Erdély addigi politikáján. Hátat fordított a töröknek, s feleségül vette Mária Krisztiánna Habsburg hercegnőt, ezzel is megerősítve a török ellenes keresztény táborhoz való csatlakozását. Bocskai István ettől kezdve jelentős szerepet kapott. Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem Bocskait nevezte ki Várad új főkapitányának 1592. május 1-én. Ezzel lényegében Bocskai az egész Párciumra lett, vagyis az ország legfontosabb katonai tisztségét birtokolta. Zsigmond azért választotta éppen őt, mert tudta, nagybátyjára biztosan számíthat az elkövetkező nehéz időkben. Ezek a nehéz idők az úgynevezett 15 éves háború időszakát jelentették, 1593-tól 1606-ig. Ezt a háborút is a török kezdeményezte. Hasszán boszniai vasa 1593-ban Sziszek vára elfoglalására tört, de seregét az egyesült krajnai, stájer, magyar csapatok szétverték. Ez a győzelem fellobbantotta a török kiverésének nagy reménységét. Erdélyben felvetődött a kérdés. Érdemes-e a fejedelemségnek megkockáztatni a török portával való szembefordulást? Bocskai István volt az, akinek sikerült meggyőznie Bátorit és bizalmasait, hogy az erdélyi magyarságnak nem lehet más célja, mint az országegyesítés érdekében összefogni a német-római császárral a törökök kiűzéséért, a hódoltsági rész felszabadításáért, az ország részek egyesítéséért. Amikor a Porta parancsa megérkezett Erdélybe, hogy nyújtsanak segítséget a török csapatoknak, megszületett a végső döntés. Magyar nem harcolhat magyar ellen egy idegen hatalom szolgálatában. 1595. januárjában sikerült létrehozni a császárral a szövetséget a török szultán ellen. A tárgyalásokra Prágában került sor, ahol az erdélyi követség vezetője Bocskai István volt. A megkötött szerződés elismert a szultán elleni fellépésen kívül az erdélyi fejedelemség függetlenségét is. Az erdélyi támadás rövidesen megindult a Magyarország ellen vonuló oszmán hadak ellen, és kezdetben sikereket értek el. Ismét a magyarok élet Lippa és Jenővára is, majd a 20 ezer fegyvert fogó Székely segítségével Bocskai István fővezérsége alatt visszafoglalták a töröktől szinte az egész Havasalföldet, annak minden fontosabb városával együtt. Legnagyobb győzelmüket 1595. októberében aratták Gyurgyevónál, ahol a székelyek elsöprő rohamának nem tudott ellenállni Szinán serege, és rövidesen vert hada maradékaival kellett a fővezírnek hazamenekülni a birodalomba. Az elkövetkező években azonban másképp alakultak a dolgok. Új fejedelem került Erdély élére, aki hűtlenségi pert indított Bocskai ellen, és az erdélyi birtokait is elkoboztatta. Ezzel egy időben Vitéz Mihály, román nevén Mihai Vite Azul, Havasalföldi vajda fegyverrel tört a fejedelemségre, és az elfoglalva a császár helytartójának címezve magát uralta Erdélyt. A magyar vezetők zömét elűzte, helyükre saját havasalföldi bojárjait ültette. A tradíciókat, magyar emlékeket nem tisztelte, amit megunt, kidobta a gyulafehérvári palotából. Rendet tartani nem tudott katonái közt sem. Mindennaposá váltak a fosztogatások, erőszakoskodások. A magyar nemesek birtokait szintén katonáival dúlatta fel. Ebben az időben keletkezett az erdélyi veszedelméről szóló ének. Erdélynek kincses városit, elpusztíták szép templomit, levágák szép ékességét, benne való szép csillagot. Nem szánák ők a véneket,
levágják a gyermekeket, mostan serdül szép ifjakat, megrútéták szép szüzeket. Hóhérmódra velünk bántak, kíméletlen minket vágtak, ki bennünk megmaradtanak, bújdosásra jutottanak. Az erdélyi nemesség végül a császári hadvezérhez, Giorgio Bástához fordult segítségért. 1600. szeptember 18-án a Habsburg zsoldos vezér serege és az erdélyi magyarok közösen Miriszlónál súlyos vereséget mértek Vitéz Mihályra, akinek ezért távoznia kellett a fejedelemségből. Sajnos Erdélyre ezután sem köszöntöttek szebb idők, sőt, a szenvedések legjava csak eztán következett. Básta a bécsi udvarból érkezett parancsnok, mely arra utasította, hogy mutasson elrettentő példát és keltsen félelmet, készségesen eleget tett. Katonái a kegyetlenkedések, fosztogatások, pusztítások és erőszakoskodások terén még a havas alföldi hadakat is felülmúlták. Erdélyben megszűnt a törvény, és csak Básta generális akarata és katonáinak állati brutalitása szabta meg a rendet. Olyan borzalmas állapotok lettek úrrá Erdélyen a császári helytartó irányítása alatt, amit sokan azelőtt elképzelni sem tudtak volna. A rengeteg szenvedés elől sokan a vadonba, sokan pedig Moldvába menekültek. Szamosközi István krónikájában megírta, hogy az erdőkben bújdosok makból, fakéregből készített kenyéren tengődtek, tavasszal pedig állathíján magukat fogták az eke elé, ezt nevezték el Básta szekerének. Bocska István sorsa sem fordult jobbra. Básta ugyanúgy ellenségnek tekintette, mint Mihály Vajda. Novemberben elkobozták a megmaradt birtokait is, ezért egyetlen birtokára, a Szentjobbi várába húzódott vissza. Ez volt az a pont, amikor a magyarság ráébredt. A folytonos háborút, az ország nagyobb részének felégetését, a mindenéből kifosztott jobbágyok rabló bandákba tömörülését, a nemesség és a főurak sokának legyilkolását, bebörtönzését, birtokaiknak elvételét, a magyar állami intézmények megszüntetését, s nem utolsó sorban a prágai császári udvar eszeveszett és minden tettéből sugárzó magyar gyűlöletét csak úgy lehet megszüntetni, ha szembeszállnak a Habsburgokkal. Ehhez, ha másként nem lehet, meg kell szerezni a törökök támogatását. Így történt ez Bocska István gondolkodásában is. Rettenetesen lassan, de ráébredt ő is, hogy a magyar nép, a reformátusok, kálvinisták érdekében a megmaradásukért történik majd az, ha szembefordul az egész régi énnyével, és élére áll a róla elnevezett és végül általános békére vezető bocskai felkelésnek. Ahhoz, hogy Bocska István történelmünk egyik legdicsőbb alakjává, a magyar nép megmaradásának segítőjévé váljon, és aki még érdemei révén mind a mai napig bennünk él, talán egy véletlen adta meg a végső lökést. Sokan vallják, véletlenek nincsenek. Szerintük, urunk, a magyarok istene vezette Bocskait a helyes útra. Az történt ugyanis, hogy a törökök védelme alatt élő Erdélyből elmenekült magyarok egy része Temesvár környékén élt bújdosóként. Köztük volt a fiatal Bethlen Gábor is, a későbbi nagy fejedelem. A bújdosók táborát meglepte hajdúival egy császári ezredes, ezért menekülniük kellett. Bethlen Gábor dolmánya ott maradt, s benne lelték egy bocskaihoz írt levelének a másoltát. Fölszólítás volt ebben, hogy ő, mint váradi főkapitány, a leghatalmasabb főúr, ne tétovázzon tovább, hanem hazájának utolsó veszedelmét látván elközelíteni, álljon a felkelés élére. Elég volt ez a levél ahhoz, hogy Belgiozzo gróf, kassai főkapitány Bocskaira rátorja. Bocskai azonban nem várta betétlen. Választhatott. Vagy gyors lovakon kiszalad az országból, vagy ellenáll. Hadakhoz értő ember lévén az utóbbit választotta.
Pedig nehéz választás volt ez. Tudta, hogy a bujdosok erején kívül senki segítségére nem számíthatott. A kényszerhelyzetben akkor egy nagy hordáért erejű lépést tett. Megnyerte magának a hajdukat. Bocskai kereki vára körül Kölesér falu romjai között panyázott belőlük, vagy 300, méghozzá Habsburg szolgálatban. Kik voltak a hajduk? Azt hiszem mindenki emlékszik. A kezdetekben a török elől menekült délszláv hontalanok voltak, akik rideg pásztorkodásból, marhahajtásból éltek, és bármi rablásra, harci kalandra, adóbehajtásra felfogadhatók voltak. A harcok során a 15 éves háborúban számuk hatalmasan megnőtt. Tönkrement magyar jobbágyokkal és kisnemesekkel töltődött fel. Többnyire az elvadult, elvizenyűsödött alföldi széleken tanyáztak, a Tisza és Erdély hegyei között bárki bérbe vehette karjukat. Bocskainak sikerült megnyernie Németi Balázs és Lippai Balázs hajdu kapitányokat, akik legényeikkel mellé álltak. Miért? Mert pénzt, földet és letelepítést ígért nekik. És még segítségére volt Örvendi Pál is, aki Bocskai üzenetét közvetítve ráébresztette a hajdukat, hogy az ő hazájuk is az, amely most végveszedelemben forog, és felélesztette bennük a már csak pislákoló magyar nemzeti öntudatot, így győzve meg őket, hogy a magyar szabadságharc oldalán a hely. A Bocskaihoz való csatlakozásunknak oka volt az is, hogy a hajduk tudták Bocskairól, hogy református hitvallású, ugyanis a hajduk szinte kivétel nélkül kálvinisták voltak, és akkoriban furcsa módon hűen ragaszkodtak vallási felekezetükhöz, ami miatt a császár seregében gyakran összetűzésbe is keveredtek a katolikus osztrákokkal. A hajduvezetők nyilatkozatukban szegődtek el Bocskai oldalára, ides hazájuk és az egy igaz hitnek oltalmazására. A szabadságharc első csatája 1604. október 14-éről október 15-ére virradó éjjel zajlott le. Álmost és Bihardiószeg térségében Bocskai seregének döntő győzelmével a császári csapatok felett. Ezután a győztes sereg bevonult Debrecenbe és Váradra. A Váradról október 20-án elmenekülő belgiozzó seregét üldözőbe veszik a hajduk, és Rakamaznál utól is érik és megkergetik. Helyőrségüket lekaszabolják október 25-én. A rakamazi rajtaütést követő napon, október 26-án Tiszalökhöz szállott Bocskai az egész táborával. Serege útközben tetemesen növekedett a mindenfelül hozzácsatlakozott hajdukkal és jobbágyokkal. Október végén ide érkezett a gászécsi részgyűlésre összegyűlt rendek egy része is, és a török ellen egybetoborzott megyei katonaság 2-3 ezer fős csapata. November elején már érkeztek török segélycsapatok is. Beszélések szerint a Tiszalökön táborozók száma november elejére elérte a 9-10 ezer főt. A tiszalöki tábor különben, ahol 1604. október 26-tól november 6-áig, 7-éig fontos dátumot nem írtak föl, jegyeztek föl, tartózkodhatott Bocskai, bizonyos határkövet jelent a szabadságharc történetében. Eddig ugyanis a fegyveres megmozdulás lényegében Bocskai önvédelmi magánháborúja volt Belgiozzó ellen, amelyben megnyerte, megverte és üldözés közben erősen meggyengítette az ellene elindult császári sereget. A tiszalöki táborozás idején viszont a mozgalom már egyre jobban országos jellegű és méretű szabadságharccá szélesült, mert a zsoldba fogadott hajdukon és önként csatlakozó jobbágyokon kívül megjelentek a városi polgárság és a nemesség képviselő is. Megérkezett Mehemeti Haja is, aki 500 aranyforintot adott kölcsön Bocskainak zsoldfizetés céljaira, és egy magyar követ már a nagyvezírrel tárgyalt az egyesség megkötéséről. Zárójelben jegyzem meg, hogy Mehemeti Haja
Bocskai portai ügyvivője és tolmácsa lett. Többször megfordult Kassán is, ahol a jókedélyű török sörhamulat itt a poharakból, a tokai bort, hogy ezzel becsapja a prófétát, kezdett magyarosodni. A tiszalöki táborozás első napjaiban megérkezett Bocskaihoz Kassa város küldöttsége, akik a városbíró, a tanács és a városi polgárok hűségéről biztosították őt, valamint segédcsapatokat és fegyverek szállítását ígérték. Kassa ebben az időben Felső Magyarország kiemelkedő fontosságú városa volt, ahol lőport gyártottak és ágyukat öntöttek. November 6-án, 7-én Tiszalökről Kassához indult Bocskai fősereg. Elfoglalták Tokaj várát is. A fősereghez állandóan érkeztek a lelkesítő győzelmi hírek a segélycsapatoktól. Csatlakozott Kassa, Eperjes, Bártfa, Késvár, Lőcse, Kisszebe. Elfoglalták Szendrőt, Szádvárt, Krasznahorkát, Kutnokot, Diósgyőrt, Ónodot. Sárospatak is kaput nyitott, Ungvár, Munkács és több kisebb vár pedig csatlakozott. Alig 4 hét alatt hatalmas eredményeket ért el Bocskai és sereg. Mi lehetett ennek az oka? Egyik az, hogy Bocskai István tehetséges hadvezér volt, a másik pedig az, hogy már a mozgalom első hónapjában sikerült megteremteni a különböző társadalmi osztályok és rétegek összefogását. A hajduk, jobbágyok tömegei mellett a városi polgárok, nemesek egy részének támogatását, ami a biztos gazdasági, társadalmi és katonai alapját eredményezte a szabadságharcnak. A következő évben, 1605-ben ez a sereg továbbvitte a szabadságharcát a Habsburg uralom ellen. Ekkor már a főnemesek jelentős része is csatlakozott a küzdelemhez, amely a magyarok szabadságáért és a szabad vallásgyakorlásért is volt. 1605 végére Magyarországnak a töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölkelők birtokában volt, miközben Bocskait 1605. április 17-én a Szerencsi Országgyűlés Magyarország és Erdély fejedelmévé választotta. Rudolf császár végül tárgyalásokra kényszerült. Bocskai is békére hajlott, mert egyrészt a szabadságharc eredményeit veszélyeztette a felkelő táborán belül a hajduk és a nemesek egyre élesedő ellentéte, másrészt pedig azért, mert nem akarta magát a török karjaiba venni. A török ugyanis koronát adományozott Bocskainak, de a segítségét további területeket akart magának foglalni. Bocskai a szultán koronáját elfogadta ugyan, de csak ékszernek tekintette. Hosszas tárgyalások után került sor 1606. június 23-án a bécsi béke megkötésére. Ez a békeszerződés a szabadságharcban résztvevő minden társadalmi réteg fő kívánságát teljesítette. Az uralkodó ígéretet tett a protestáns vallásszabadság tiszteletben tartására, és hogy az ország minden lakosa szabadon gyakorolhatja ezután vallását, anélkül, hogy a római katolikus vallás sérelmet szenvedne. Megszüntették a király közjogi hatalmának vallási területre való kiterjedését. A vallásszabadság érdekében tett erőfeszítésének elismeréseként Bocskai szobora, aki a felkerült a genfi reformáció emlékművére, ahol azóta is látható. A genfi szobra alatti felirat az ő egyik jelmondata. Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük. A békeszerződésben az uralkodó elismerte Erdély önállóságát és Bocskai fejedelmi címét is. Erdély így különálló állammá vált, igaz a török befolyás megmaradt. A szerződés kiemelte, hogy a két magyar állam összetartozik, a törökkel szemben egységet alkotnak, hisz mindnyájan magyarok, akik a magyar szemkorona főhatóság alá tartoznak, és területi különállásuk csupán ideiglenes lesz. A szerződés garantálta a rendi jogok tiszteletben tartását, beszüntette a törvénysértő birtokelkobzási pereket, újból lehetett nádort választani. Kiemelt pont volt, hogy az uralkodó ezután a magyarországi tisztségekre csak magyarokat nevezhet ki. A felkelés résztvevőinek általános amnestiát hirdettek,
Bocskai pedig visszakapta birtokait, és megkapta Tokajvárát, élete végéig pedig birtokolhatta Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket. Bocskai a hajduknak tett ígéretéről nem feledkezett el. 1605. decemberében a Korponán kiadott híres oklevelével kollektív nemesítést hajtott végre. 9254 hajdu vitézének nemességet, adómentességet és földet adományozott, saját szabolcsi és bihari birtokain letelepítve őket. Cserébe a hajduknak két hónapig ingyen, utána pedig zsoldért kellett katonáskodniuk, ha szükség volt rá. Ezzel a letelepítéssel jöttek létre a hajduvárosok, amelyek még ma is őrzik nevükben az adományozás tényét, például Hajdunánás. Még egy fontos esemény történt, ami Bocskai nevéhez fűződik. 1606. november 11-én a Zsitva folyó torkolatánál a török porta és a Habsburg udvar kötött békeszerződést, amely lezárta a borzalmas 15 éves háborút, melynek során az akkor élt 1,5 millió magyarból 200 000 pusztult el, vagy menekült el. A törökök kifejezetten ragaszkodtak Bocskainak a tárgyalásokon való részvételéhez. Tekintélye és az erdélyi érdekek védelme miatt, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Bocskai befolyása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az oszmánok végül megkötötték a békét. Bocskai István sajnos nem sokáig élvezhette elért eredményeit. 1606. december 29-én, pár nappal 50. életébe betöltése előtt, hosszas betegeskedés után Kassán, valószínűleg az akkoriban vízkórnak nevezett veseelégtelenségben meghalt. Sokan gyászolták őt, voltak, akik nem hitték el, hogy a betegség vitte el. Hamvai, Gyulafehérvárat nyugszanak, 1607. február 22-e óta. Közismert végrendeletében Bocskai Erdély és Magyarország összetartozását hangsúlyozza, bízva abban, hogy eljön az idő, amikor a két rész ismét egyé válik. Bocskai haláláról az erdélyi szász Habsburg érzelmű szebeni Georg Krausz így emlékezett meg. A jámbor és istenfélő fejedelem azon igyekezett, hogy minden oldalról békét és nyugalmat biztosítson a megszomorodott Magyarországnak és Erdélynek. A két császárt, a német Rudolfot és a török Mahometet is ki akarta egymással békítenem. Az istenfélő fejedelem ugyanis jól látta, hogy végül is mi következik az ilyen háborúból. El is rendezett volna mindent, ha Isten hosszabb életet enged neki. Vagy mi nem érdemeltük őt meg, vagy a gonosz világ nem tűrhette a jámbor fejedelmet. Ahogy a hajdúj emlékeztek, és emlékeznek erre a nagyszerű magyar emberre, Bocskai Istvánra, mi, tiszalökiek is így tettünk és teszünk a jövőben is. Bizonyítja ezt a templom előtt álló Bocskai mellszobor és az emléktábla a templom falán. Bocskai István szabadságharcának emléke mindig élni fog. Én ebben bízom. Köszönöm megtisztelő. Mi is köszönjük szépen, már úr, történelmi gazdag megemlékezését köszönjük szépen. Az ünnepi istentiszteletünket a 11 együttes szolgálattal folytatjuk, Kuruc tartsuk utat. Thank you.
Péternek tisztelőtti nézelei együttes szolgálatát, megedem indulás állatok kíséretével. Hirdetem szeretettel, hogy az elmúlt héten kísértük Isten igéjében megnyugodva utolsó útjára ezen a földön lakatos Erzsébet 59 esztendőt élt asszony testvérünket. Isten adjon további vigasztalást az ő gyászoló családtagoknak. Hirdetem, hogy ahogyan az elmúlt vasárnapi Isten tiszteleten hirdettem, készültünk rá. Ez a mai Isten tiszteletünknek a persejpénze adomány lesz a következő felhívásra. Azok kedvéért is elolvasom, akik nem voltak itt elmúlt alkalommal. Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Mélységes aggodalommal figyeljük a közel egy éve fokozódó ukrajnai válságot. A kezdeti politikai elégedetlenséget mára sajnos egy hatalmas és egyre jobban eluralkodó gazdasági krízishez és fegyveres konfliktushoz vezettek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szomszédos országban zajló eseményeket és azok közvetlen hatásai a kárpátaljai magyar közösségre, és próbáljuk segíteni testvéreinket, akiket ezekben a nehéz időkben különösen nagy teher nyomaszt. A közvetlen háborús esemény cselekmények egyelőre elkerülték a magyar lakta vidékeket, de emberi áldozatokat már a mi közösségünk is szenvedett. A fegyveres konfliktus gazdasági hatásai már egyértelműen begyűrűztek a kárpátaljai közösség életébe is. A helyi fizetőeszköz jelentősen elértéktelenedett, az inflációs ráta folyamatosan emelkedik, a kifizetések akadoznak. Háborús különadót vetettek ki, és egyre több menekült érkezik a háborús műveleti területekről. Szeretett szolgálatunk eddig is heti szinten juttatott a helyszínre segélyszállítmányokat, de a ránk következő őszi-téli időszakban a szociális helyzet drasztikus romlása várható. Ezért szeretett szolgálatunk a kárpátaljai vezetőkkel közösen kidolgozott egy cselekvési tervet, mely hatékony és kézzelfogható segítséget nyújthat a krízishelyzetben élő magyar közösségeknek. A krízisprogram részeként segélyanyagokat raktároznánk, takarók, vizeskannák, víztisztítópalackok, gyertyák, elemlámpák, tisztálkodási csomagok, tisztítószerek, élelmiszeres egységcsomagok, stb. Hogy szükség esetén azonnal felhasználhassuk azokat. A várható földgáz hiányra tekintettel 65 egyházi ingatlan vegyes fűtésre történő átalakítása is szükségessé vált, hiszen ezek az épületek krízishelyzetben nem csak egyházi célokat szolgálnak, hanem közfeladatokat is ellátnak. Ezen kívül fel kell készülnünk a lakosság kályhákkal és tüzelővel történő megsegítésére is. Kárpátaljai testvéreinkkel közösen kidolgoztunk szükség esetére egy szociális étkeztetési tervet is, melynek részeként egyházi intézményeink meleg étellel látnák el a rászoruló lakosságot. Mindezen segítségnyújtást csak közösen valósíthatjuk meg. Szeretettel kérjük, hogy lehetőségeinkhez mérten egy vasárnapi persejpénzzel és a célgyűjtés meghirdetésével támogassák kárpátaljai testvéreink mindennapjait, melyet a háború árnyékában élnek. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Szól a Zsoltárok könyve egyik verse. Testvéri közösséggel Pál Sándor kuratóriumi elnöke a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, dr. Huszár Pál, a zsinatvilági elnöke, főgondnok, dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Tehát most, ahogyan a testvérek szívükben elkészítették, úgy adakozzunk, és én a mai persejpénzt elutalom erre a levélben megjelölt számlaszámra. Segítsünk a testvéreinkkel. Hirdetem az előttünk álló hét eseményeit. Kedden a szokott rendünk szerint 5 órakor bibliakörre találkozunk a parókián. Ahogyan beszéltünk róla már hetek óta, szerda, csütörtök, pénteken, pontosítom a dátumot, mert beszéltem reggel tiszteletes úrral, a Tisza nagyfalui lelkésszel. Tehát szerda, csütörtök, pénteken 6 órától Tisza nagyfaluban evangelizációs alkalom lesz Viktor István nagytisztelt úr szolgálatával. A
megoldjuk az átutazást, csak kérem szépen jelezni nekem, hogy mindig annyi járművel készüljünk, hányan szeretnénk átmenni. A kedden megbeszéljük ennek a részleteit. Tehát Tisza Nagyfaluba megyünk, szerda, csütörtök és péntek este. Szombaton pedig Vas megy erre, azokkal, akik készülnek, ahogyan megbeszéltük, feliratkoztunk a Vasmegyeri gyülekezet rendezésében, presbiteri csendes napon veszünk részt. És így a rákövetkező vasárnapon, új, ilyen készülődés után újborra megterítjük az Úr asztalát. Szeretettel hívogatok tehát ezekre az alkalmakra. Még egyszer szeretettel köszönöm meg dr. Csorba Péter nagytisztelt úrnak a közöttünk végzett szolgálatát. Örülünk, hogy feleségével együtt Csorba Péter még Szakmár Jánossal érkezett. Nagyon örülök a Hegedűs Kálmán tanár úr történelmi visszaemlékezésének, valamennyien tanultunk, próbálunk belőle megjegyezni minél több hasznos ismeretet. Örülök, hogy a újonnan megválasztott képviselőtestület tagjai, intézmények vezetői is elfogadták a meghívást. Itt vannak az intézményeinknek a munkatársai, a ellátottak közül is nagyon szépen köszönöm. A Népzenei Együttesnek a szolgálatát is nagyon szépen megköszönöm Fekete Miklós tanárulal együtt, a tárogató szolgálat még szebbé és ünnepélyesebbé teszi. Az ő kíséretével fogjuk majd a koszorúzást végezni, amikor kivonulunk a templomból. Nagyon köszönöm a gyülekezet tagjainak, akik már elkezdtek készülni már egy hete erre az alkalomra. A templom takarítással, majd a főzéshez való készülődéssel, süteményekkel nagyon szépen köszönöm. A város hozzáállását is, hogy közösen a mi ünnepünket rendezhettük, a Tölgyesiné Kata segítségét és a munkatársai segítségét, Attilának a videófelvételt. Köszönöm szépen! Az istentisztelet után szintén hagyomány, van amikor sikerül, van amikor nem, most sikerült, legalábbis utolsó információim szerint jó illat van a parókia udvaron, Bogrács Gulyással készülünk, tehát mindenkit, hangsúlyosan mindenkit szeretettel hívunk a gyülekezeti terembe, és ha nem férünk be, akkor az oltalmazó otthon munkatársai is készültek, ott is meg van terítve Bogrács Gulyásra, és a asszony testvérek szorgos kezei miatt süteményezésre is. Tehát akit csak nem fej- és fővesztés terhe mellett várnak haza azonnal, a szeretettel hívjuk, ne tessenek zavarba lenni, mindenkinek szól a meghívás erre az alkalomra. Majd azt szeretném kérni, hogy miután elénekeljük a himnuszt és a székely himnuszt, utána kivonulunk, úgy vonuljunk ki, hogy Csorba Péter nagytisztelt úrral oda megyünk az ajtóhoz, hogy mindenkivel egy kézfogást is tudjunk váltani. Tehát a himnuszok után mi oda vonulunk, és úgy mindenkivel szót váltunk és kezet váltunk. Tehát a istentiszteletünk templomi része a magyar himnusz és a székely himnusz éneklésével folytatódik, majd kivonulunk a koszorúzásra. Inkább most mondom, mert arra bánni fogom, hogy elfelejtettem a városnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy a ásványvízzel hozzájárult a szeretett vendégségünkhöz.
Köszönöm.